Sziasztok! El is érkeztünk a második videóhoz ebben a kétrészes videósorozat szerűségben, ami nem is sorozat, csak egy kétrészes videó. Méghozzá az almotos csapátcserével. Első részben ugye szétszedtem a blokkot teljesen, itt van előttem, illetve a másik feledben, a vödörben. Most, ebben a videóban pedig összerakjuk. Milyen meglepő! Itt vannak az új csapágyak már előttem az asztalon, szépen előkészítve, a két blokkfél szépen kipucolva, úgyhogy rakjuk össze! Az összerakás módja nagyon hasonlít a szétszedéséhez, csak pont fordítva. Illetve itt egy kicsit jobban vigyázunk a csapágyra, úgyhogy a dugókulcs méret választásakor azért figyeljünk arra, hogy ne a golyós részt üssük vele, hanem lehetőleg próbáljunk egy akkora dugókulcsot találni, ami a peremét üti. És ne is a közepét. Ehhez ez a dugókulcs méret tökéletes. És most is akrobakulccsal ütöm, és nem egy kalapáccsal. Van egyébként egy többet ésszel, mint erővel módszer, méghozzá segítségül hívjuk hozzá a fizikát. Ezt a blokk felett felmelegítettem, úgyhogy meg se fogom. Ezt a csapályat pedig betettem a méhűtőbe. Úgyhogy elvileg ez kitágult, ez összement, szóval... Aha. Ilyen egyszerű. Úgyhogy összejátszom a többivel is, mivel a többi csapágy is benne a méhűtőbe. Ezzel együtt bekerült, szóval mindegyik már lehűlt ennyire, amennyire kell. Itt egyszerűen csak kis hajszárítóval, hőlékfúvóval kicsit meg kell melengetnem a blokk feleket, és szépen becsusszom minden a helyére. És egyébként abból lehet tudni, hogy a csapágy teljesen bent van, hogy megváltozik az ütésnek a hangja, csilingelősebbé válik. És most, hogy bent vannak az új csapágyak és a szimmering, rakhatjuk is össze tovább blokkot, méghozzá a sebességváltóval, ami valahol itt lesz, jól elásva. Ide biztosan van egy alátét, és ez a dob. Nagyon fontos a rugó és a golyó ide, a dob alá, ami ugye megfogja ezekben a pozíciókban ezt a dobot, és itt látszik az 1-es és 2-es fokozat között az üres. Megpróbálom ezt becélozni, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy üresben van a sebváltó. Most kicsit csaltam, és megemeltem a blokkfelet, alátettem a másik felét, hogy a tengely az szépen zavartalanul ki tudjon lógni a túloldalt. Mivel hogy ez nem az egyszerű mutatványok közé tartozik. A sebváltónak a fogait összefűzni. Hopp, nem, az nem a te helyed. Valahogy így. És akkor még mindig itt van nekünk ez, és az alátét, amit leesett. Amit valahogyan ide megint be kell fűzni. Ezt a felét egyszerűbben megoldom. Ez a fele nem akar kijönni. Jó. És elméletileg most egyes, és most üres fokozatban kell, hogy legyen. Így van, most üres. Itt az alátétünk megvan. Van egy ilyen lemez, két csavarra rögzítve, még beszerelhetem, ami igazából a sebességváltó tengelyén lévő csapályat fogja, hogy ne tudjon fölfele kicsúszni. Ez egy, és ez kettő. Következő lépés, szerintem én ezt ide teszem. És most már az oldalára fordíthatjuk óvatosan a blokkot, blokkfelet, és következhet a kiegyensúlyozó tengely. Óvatosan ezt a kis éket el ne hagyjuk róla. És mutatom ezen a felén, hogy ég rajt a fogaskerék, és végül az anya kézzel meghúzva, ezt később majd meghúzzuk jó erősen, ne felejtsük el azért. Majd szóljatok, ha elfelejtettem volna. Na akkor, ha már itt van, folytassuk erről az oldalról. Ide, először a tengelyre ez a rugós alátét kerül, majd rá ez a hézagolólap, és erre kerül a kuplunkosár.
Majd erre szépen sorba felépítjük a kuplungot. Ez a vastag bordázott alátét következik. Így. Következő a biztosító alátét, füllel lefele, a megfelelő helyére, és végül az anya. Ezt is egyelőre csak kézzel húzom meg, és majd később megszorítom. És most akkor következhet a főtengely. Szépen a helyére is csusszan, ahogy neki azt kell. És a főtengelynek ezen az oldalon van egy érdekesség, a szimmeringbe belemegy egy persely. Itt van a főtengely maga, és ebben egy relatív hosszú főtengelyék van. De a főtengelyt egyelőre csak eddig rakom be a helyére, mivel, hogy már összeraktuk ezt a részt, ezért a fogaskerekeket úgy kell most ráhelyezni, és szépen megkeresem a jelölést a kiegyensúlyozó tengelyen és a főtengely fogaskerekén is. Kiegyensúlyozó tengelyen 2 darab pötty található 2 fok között, a főtengelyén pedig 1 darab pötty található, és ezeknek kell pontosan egymásba érniük, és mondhatjuk úgy, mint az autóknál, akkor van jelen a vezérlés. Ráteszem a második fogaskereket, sima felével befele, úgyhogy ezen a felén van egy bevágás, ez legyen kívül, mivel hogy az anya az pontosan ebbe fog bele mélyedni. És miután ez a 2 fogaskerék is a helyén van, egyszerűen az ékhely, az éket betoljuk a vájadba, ami a fogaskerekek és a főtengely találkozásánál van, ezzel biztosítva, hogy nem mozduljon el egyik fogaskerék se a főtengelyről. Hát itt most az történt, hogy akkor idióta voltam, amit nem vettem észre, hogy megtelt a memóriakártya. És hát olyan lendületben voltam, hogy nagyjából összesaktam a blokkot kék tömítés készítővel, tömítőpasztával. Szerencsére sok mindenről nem maradtatok le. Ha jól láttam, az utolsó felvétel arról szól, ahogyan főtengely végén a fogaskerekeket ráteszem. Azóta igazából nem nagyon történt sok minden, mivel ezen a felén semmi változás. Egyszerűen össze lett illetve a 2 blokkfél, és meg lettek húzva a csavarok. Úgyhogy innen folytatjuk. Most akkor remélhetőleg maradandóan következhet a következő oldal, amit azt hiszem az előző videóban is elég hülyén mondtam, gyújtás alaplap, nevezzük így. Azzal kezdünk. És őt követi ez az elég furcsán elhelyezett gyújtás alapló. Nem vagyok benne biztos, hogy ez gyári. Erre is csak ezt tudom mondani, itt volt, ide teszem vissza. És akkor most folytassuk a lentkerékkel. Először is a lentkerék éket a helyére. És jöhet a lentkerék maga. Ígyni. És végül az anya. Mosoly rajta van a hengerfej, dugattyú, minden. Így elékeztünk ahhoz a részhez, amikor is azt mondtam, hogy majd később meghúzom, mert most fogom meghúzni, mivel minél nagyobb a tömeg, amit forgatni kell, mozgatni kell, annál nagyobb ellenállást ad a meghúzásnál, tehát annál kevésbé kell neki ellen tartani, hogy meghúzzam a csavart. Mivel hogy semmi nem volt meghúzva erősen, csak kézzel, ezért nagyon könnyen le lehetett innen venni a kuplunkosarat, úgyhogy most meg tudjuk húzni a főtengely, illetve a kiegyensúlyozó tengely anyáját, amiket egységesen 60 newtonra kell húzni. És a jól bevált beta csavarhúzómmal most is kicsit megakasztom a gépet. A következő a kuplunk közepe lesz, amit még én sem tudok, hogy húzok meg, csak azt tudom, hogy 75 newtonra kell meghúzni, szóval ezt felvettem egy másik pozíciót. Itt gyakorlatilag ezt a részt lefogni szinte lehetetlen, ide be lehetne ékelni egy csavarhúzót, aztán
imádkozni. Sokaknál látom, hogy valahogyan így ezeknél kiálló részeknél fogják meg csavarhúzóval. Nem jó. Ne csináljátok. Ezek nagyon könnyen letörnek. És valahol igazuk is van, mert lehetetlen megfogni, viszont csalni lehet. Így ni. Kicsit ráfordítok, mert abban viszont igazuk van, ha nincs is teljesen nyomatékra húzva, a biztosító anya rá van hajlítva, vagy biztosító alátét, nem mozdul sehova. Ő már biztosan nem megy sehova. Folytatva az építést, jöhetnek a kuplunglamellák. Szépen sorban egymás után. És nagyon fontos, a tolórud ide. Majd jöhet rá ez a nyomólap. Igen, nyomólap. Ennek ugye bele kell ülnie a belső kosár mintázatába. És egyeznie kell még a négy csavarnak is. Szóval figyeljünk, hogyan tesszük fel. És ezeket a csavarokat relatív alacsonyra 4 Nm-re kell meghúzni. Ami így ennyi. Kész is. És mint amit láthatjátok, eltűnt a blokk, mivel elkészült. Szóval ennyi lenne egy olyan motos blokknak a csapátcseréje. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és ha nem szeretnétek lemaradni a többi videóról, akkor iratkozzatok fel, mivel rengeteg dolog fog itt történni a csatornán, főleg ha jobban ráérek, de ez az én problémám. Úgyhogy addig is, sziasztok!